Faosztás. A felajánlott 20 köbméter tűzifa rászoruló egyedülélők és nagy családosok fűtési nehézségeit orvosolhatja több mint egy hónapig. Együttműködési megállapodás. Többek között a táv meghallgatás is segíti a jövőben a hatékony munkavégzést a törvényszék és a büntetés végrehajtási intézet között. Kiesés. A haladás futszálosai bár visszavágtak a Dunaújvárosnak, mégis búcsúzni kényszerültek a Magyar Kupától. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Egy vállalkozó felajánlásának köszönhetően mintegy 20 köbméter tűzifát osztott szét rászorulók között a Pálos Károly Központ ebben a hónapban. Az önkormányzat célja, hogy senki ne fázzon télen. Ennek érdekében tüzelő utalvánnyal is segíti a nehéz helyzetben lévőket. Krisztináék 5 gyermeket nevelnek szűkös anyagi körülmények között. Családi házban élnek, fával fűtenek. A drága tüzelő beszerzése minden évben nehézséget okoz számukra. Ez a segítség most nagyon jókor jött. Ez a mennyiség, amit most kapunk, körülbelül a 3-4 hétre lesz elegendő, és nagyon örülünk neki. Nagyon jól jött, mert éppen elfogy a tüzelőnk. 20 köbméter tűzifa vár elszállításra ezen a szombathelyi telepen. Közfoglalkoztatottak hasogatják kályhakészre. Egy vállalkozó ajánlotta fel a fát rászorulóknak. Nagycsaládosok és egyedülélő nyugdíjasok részesülnek az adományból. Nagyjából 1-2 köbméternyit gondoltunk egy-egy családnak, pontosan azért, hogy minél többnek tudjunk segíteni, mert hogy nyilván ez nem elegendő arra, hogy egy egész téli időszak fűtését megoldjuk, de arra mindenképpen, hogy 1-2 hétre elegendő tüzelővel ellássuk a rászorulókat. 2013-ban és 2014-ben a szombathelyi parkfenntartó által közterületen kivágott fákból jutott tüzelő 31 családnak. Tavaly 2 alkalommal és most is ugyanaz a vállalkozó ajánlott fel tűzifát, amelyből 59 család részesült. Az adományozó az egy magánvállalkozó volt, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük a segítségét. Nem a nevét akarja adni ehhez a dologhoz, hanem a fáját is. Köszönjük szépen a rászorulók nevében. Azoknak a rászorulóknak, akik nem tudják megoldani a szállítást, a Pálos Károly Központ viszi házhoz a fát. Az önkormányzat tüzelő utalvánnyal segíti azokat, akiknek gondot okoz a téli tüzelő beszerzése. Jövedelmi viszonyok alapján dől el, hogy ki jogosult a juttatásra. Tavaly 99 darab utalványt osztottak szét, több mint 1,3 millió forint értékben. Együttműködési szerződést írt alá a szombathelyi törvényszék elnöke és a szombathelyi országos büntetés végrehajtási intézet parancsnoka csütörtök délelőtt. Gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb működést vár a most megkötött megállapodástól mindkét fél. Vezetőszáron kísérik a büntetés végrehajtás kommandósai a vádlottakat a bíróságra. Ezt a korábbi tárgyalást fokozott biztonsági intézkedések között folytatták le. A jövőben táv meghallgatásra is lehetőség lesz. Ez is szerepel a szombathelyi törvényszék és a szombathelyi országos büntetés végrehajtási intézet között most megkötött együttműködési megállapodásban. Fogoltatókat nem kell kimozdítani a börtönből. Ugye az egyik legkockázatosabb feladat nekünk az, amikor a falak közül, a biztonságos falak közül ki kell őket mozdítani. Hát csak Vas megyében tavaly közel 700 fogvatartottat állítottunk elő a törvényszékekre. Tavaly nyáron a büntetés végrehajtási intézet bővítésének eredményeként megduplázódott a férőhelyek száma, és ezzel együtt az iratforgalom is jelentősen megnőtt. A szombathelyi törvényszék elnöke elmondta, a büntetés végrehajtási bírói ügyek száma 2014 negyedik negyedévéhez képest 80%-kal nőtt. Ez szakmai feladatokkal is jár, illetve munkaszervezési kihívásokkal is. A megnövekedett feladatot úgy tudjuk hatékonyan ellátni, ha a törvényszék és a büntetés végrehajtási intézet közötti kapcsolat közvetlenebb lesz. Ezt a célt szolgálja a két intézet közötti közvetlen
kézbesítés, illetve a távmunka. Az együttműködési megállapodás kiterjedt többek között arra is, hogy a nyitott bíróság program keretében a középiskolások ellátogathassanak a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézetbe, amely az ország legnagyobb befogadóképességű intézménye. A szombathelyi törvényszéken az év első felében kialakítanak egy fogvatartotti váróhelyiséget is. A sajtótájékoztatón szó esett a szolgáltató bíróságokért programról is, amely tavaly szeptemberben indult. Azóta Vas megyében az országos átlagot meghaladóan 7,5%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma. 2015-ben bővítette szolgáltatási területét és ezzel együtt ügyfélszolgálati tevékenységét a Vasi Víz Zrt. A cég új vállalatirányítási rendszert is bevezetett, valamint úttörő szerepet játszik a régióban a vízi közmű szakemberek képzésében is. Évet értékelt a társaság vezérigazgatója. Ezek a térképek a Vasi Víz Zrt. Kibővült működési területét mutatják. A megye nagy részén 207 településen végzi a cég az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást. A sárvári üzemérnökséget hoztuk létre a Sárvár víz területén, amelyhez a korábbi vasvári területről átcsatoltuk Jánosházát. A Szombathelyi üzemérnökségről kapott egy kis részt a Sárvár üzemérnökség, így a társaság három üzemérnökséggel, a Körmendivel, a Szombathelyivel és a Sárver üzemérnökséggel üzemel. Továbbá az elmúlt időszakban kaptunk közérdekű üzemeltetésben szintén három területet. A szolgáltatási terület növekedésével együtt járt az ügyfélszolgálati rendszer bővítése is. Fiókirodákat és információs pontokat hoztak létre az ügyfelek gyors kiszolgálása érdekében, és a hatékonyságot javítja az új vállalatirányítási rendszer bevezetése is. A célok között szerepel az elektronikus számlafizetés rendszerének megvalósítása, valamint a Heffele szakképző iskolával közösen a vízi közmű kezelő szakemberek duális képzésének beindítása is. Ez egy egyedülálló kezdeményezés itt a Dunántúlon, hiszen itt a szomszéd vízműveknek próbáltam ezt a kezdeményezésünket átadni, és örömmel vették és ígérték, hogy ők is próbálják majd a saját területeikről ide orientálni a fiatalokat. 2015-ben az üzembiztonság növelése érdekében jelentős rekonstrukciós munkálatokra is sor került. Szombathelyen a Rohonci út, Deák Ferenc utca és Magyar László utca közötti szakaszon 220 millió forintból valósult meg az ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása. A fejlesztések folytatódnak. 2016-ban közel 2,5 milliárd forintból újul meg és bővül az uszoda. A vezérigazgató az idei célok között említette a Szombathelyen ásványvíz minőségű csapvíz népszerűsítését is. Ismét vetítik a Saul fiát a moziban. Új szakkönyvet mutattak be a gyermekek sürgősségi ellátásáról. Tolvaj bandát fogtak el a szombathelyi nyomozók. Rövid hírekkel folytatjuk. Mától ismét vetítik a Saul fia című filmet az Agora Szavária filmszínházban. A tavaly nyáron bemutatott alkotást egyszer már műsorára tűzte a belvárosi mozi, de most újra hatalmas iránta az érdeklődés. Péntek kivételével minden este 4:45-kor játsszák, egyelőre jövő szerdáig, de ha igény lesz rá, akkor tovább is. Nemes Jeles László holokauszt témájú filmdrámája bekerült a Cannes-i fesztivál hivatalos válogatásába, ahol nagy díjat nyert. Első magyar filmként megkapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat és Oscar-díjra is jelölték. Gyermekrohamkocsikon dolgozó szakorvosok írtak sürgősségi gyermekellátás címmel új hiánypótló szakkönyvet. A több mint 500 oldalas kiadványt csütörtökön mutatták be Budapesten a Szent Márton gyermekmentő szolgálat jóvoltából, és hamarosan a 11 Vas megyei mentős szervezeti egységhez is eljuttatják mintegy 170 példányban. Térségünkben minden mentőápoló, mentőtiszt és mentőorvos, illetve kettős képesítésű mentős gépkocsi vezető ingyen kap belőle. Elfogták a hónapok óta garázdálkodó szombathelyi bűnbanda tagjait. A társaság több családi házba tört be és vitt el különböző értékeket 2015 novemberében és decemberében. Információink szerint 16 lakóházba jutottak be, jellemzően a Herényi, Gyöngyös-Hermáni, Zanati városrészen, de Kámonban és Gencsapátiban is megfordultak.
Többnyire ékszereket és készpénzt tulajdonítottak el, de az is előfordult, hogy különböző élelmiszerekkel távoztak. Kihallgatásukkor összesen 29 bűncselekmény elkövetését ismerték el. Ez idáig a 10 millió forintot is meghaladó kárérték töredéke térült meg. Hétfő óta zajlanak a gyermek kulturális hét programjai az Agora Művelődési és Sportházban. A Magyar Kultúra Napja környékén hagyományosan meghirdetik az alsó tagozatosoknak szóló rendhagyó magyar órákat, amelyekre több százan kíváncsiak. Holle anyó meséjét hallgatják a Bercsényi iskola negyedikesei az idei gyermekkulturális hét egyik rendezvényén. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendhagyó irodalom és nyelvtanóráknak hagyománya van, most csak a helyszín új, hiszen az Agora Művelődési és Sportház ad otthont a programnak. Ötféle tevékenységet, ötféle foglalkozást kínáltunk a gyerekeknek és a pedagógusoknak. Ezek között volt drámajáték foglalkozás, kommunikációs foglalkozás, játék a hangokkal, betűkkel, közmondásokat és szólásokat feldolgozó foglalkozás, illetve egy kézműves műhelyi foglalkozásunk is volt. 6 szombathelyi iskola 300 alsó tagozatos tanulója látogat el a héten valamelyik programra. A bercsinyisek tanítója a drámajátékot választotta, amelyen a mesét nem csak meghallgatták, de fel is dolgozták a gyerekek. Amikor magyar órán veszünk egy olvasmányt, akár mesét, akár más műfajt, mindig megpróbáljuk a drámapedagógiát is belevinni. Ez azt jelenti, hogy el is játsszuk a történeteket, illetve rajzórán próbáljuk megörökíteni, technika órán pedig valami akár bábokat, akár díszleteket készítünk hozzá, hogy a történetet a gyerek igazából megélje. Jó napot kívánok! Szervusz, drágám! Gyere be, segíts nekem egy kicsit a házi munkában! Rendben. Ígérem, nem fogod megbánni. A diákok szívesen kapcsolódtak be a játékba, mindenkire sor került legalább egyszer. Együtt játszunk, együtt élünk át egy mesét, szerepcsere van, 45 percen belül most 4-szer tudtunk eljátszani, nagyon nagy élményt ad nekik kifejezésben, szókészletbeli gyarapodást tapasztalható ebben a rövid időben is. Az egyhetes rendezvénysorozat pénteken a Magyar Kultúra Napján zárul. Szent Mártonról egy percben. A Szent Márton úti temető 2000 éven keresztül folyamatosan használt kegyeleti hely volt. Ma főként az utóbbi 200 évből látni itt sírhelyeket, köztük olyanokat, ahol városunk híres szülöttei nyugszanak. Európa egyik legrégebbi és leghosszabb ideig használt sírkertje a Szent Márton úti temető. A történészek szerint már a Krisztus előtti második században is temetkeztek ide. A fennmaradt adatok arról tanúskodnak, hogy Szavária ókeresztény közössége alapította és használta először. A legenda szerint a közelben állt Szent Márton szülőháza. Ennek emlékére emelték a mai Szent Márton templom elődjét az egykori sírkápolna fölött. Feltehetően ebben a temetőben volt Szent Quirin első nyughelye, és valószínűleg itt temettek el másokat is, akik az ókeresztény korban hitük miatt szenvedtek vértanú halált. A temető egészen a 20. század közepéig használatban volt. Ma leginkább az utóbbi 200 évből látni itt sírköveket. Híres szombathelyi családok, a város neves szülötteinek sírhelyei is megtalálhatóak itt. Az ódon hangulatú kegyeleti hely a Kálvária templomot és a Szent Márton templomot összekötő Szent Márton történelmi sétaút 9. állomása. Hiába verte meg az aréna Szaváriában 6-5-re a Dunaújváros gárdáját a haladás futszál csapata a Magyar Kupa visszavágó mérkőzésén. A legjobb 4 közé idegenben lőtt több góllal a dunapartiak kerültek. A továbbjutást eldöntő találatot az utolsó percben szerezték a vendégek. Csupán 2-1-re kapott ki idegenben a Dunaújvárostól a Svitelszki haladás vs-e futszál csapata, így jó eséllyel pályáztak a Magyar Kupa elődöntőjébe jutásra a szombathelyek. Az aréna Szaváriában lejátszott visszavágót remekül kezdték a vasiak, akik a 16. percben már 4-1-re vezettek. A félidő hajrájában azonban feljöttek 4-3-ra a vendégek, így ők álltak továbbjutásra.
A második játék részben ismét megléptek Németh Péterék, ezúttal 6-3-ra húztak el. A derbi hajrájában mindent egy lapra tettek fel a vendégek, akik vészkapussal játszva két gólt is szereztek, ezeknek köszönhetően pedig ők kerültek be a legjobb négy közé a Magyar Kupában. Szerintem semmi nem tettek többet bele, sőt megérdemelten jutottunk volna mi be Final Four-ba, ugye, amit te is mondtál, egyedül az, hogy idegenben több gólt rúgtak, mint mi. Sokkal többet tettünk mi érte a két meccs alapján. Az első félidőben nem játszottunk jól, de hogy három félidőn keresztül sokkal jobbak voltunk a Dunajvárosnál, főleg itt a hazai mérkőzésen. A 6-5-re végződő meccs utolsó találatát 55 másodperccel a végső dudaszó előtt szerezték az újvárosiak. Azt megelőzően a szombathelyeknek több óriási helyzetük is adódott, amit sajnos el is hibáztak. Ilyen a futball szerintem, hogy bármi megtörténhet. Sajnos döntő pillanatokban nem a megfelelő választást választottuk. Kezünkbe lehetett volna vége előtt egy perccel a mérkőzés, hogyha berúgjuk a helyzeteket. Szerintem utána lehozták a kapust, benne van, hogy gólt kapunk, az is benne lett volna, hogy mi rúgjuk a gólt, sajnos az előbb is sikerült. A haladás számára a vereségnek köszönhetően befejeződtek a Magyar Kupa küzdelmei. A szombathelyek a továbbiakban a bajnokságban vitézkedhetnek, ahol a második helyről várják a január 29-i folytatást, amikor is a szomszédvár Zalaegerszeg együttesét fogadják az Aréna Szaváriában. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.